Hitélet mai műsorában a Kárpátaljai Református Egyházhoz látogatunk. Beszámolunk a magyar kormány támogatással felújított Palágykomoróci templom átadásáról, majd Tisza Péter falvára kalauzoljuk Önöket, ahol megrendezték a fogyatékkal élő gyerekeket nevelő családok napját. Jöjj mindenható Isten és szent lelked által, tölts be templomot és tölts be a mi szívünket. A kárpátaljai Palágykomorócon ünnepélyes keretek között adták át a magyar kormány támogatással felújított 13. században épült református templomot. A háladó Isten tiszteleten Kovács Attila lelkipásztor arra emlékeztetett. A Palágykomoróci Kárpátalja egyik legértékesebb és legrégibb temploma. 13. századi eredetű freskók, ezek a különleges és különösen értékes jelentőségek, hiszen Szent László legenda ábrázolásról nem is tudtunk, hogy létezik a Palágykomoróci templomban, de a felújítás során előkerültek, és az is kiderült, hogy valamikor tényleg a 13. 14. század elején készültek, egyik a legelső ismert Szent László ábrázolásnak az, amely a Palágykomoróci református templomban felszínre került, és szépen konzerválva és megőrizve látogatható az utókor számára. Egyik a legelső Szent László ábrázolásoknak, illetve még az is nagyon értékes és nagyon fontos, hogy bebizonyosodott ugyanaz a festő művész, vagy éppen festő műhely készítette a Palágykomoróci templomnak a freskóit, aki dolgozott Lónyán, Csarodán, Bodrogszentesen, tehát itt a környéken egy olyan 70 kilométeres körzetben több templomot, 13.-14. századi eredetű templomot is festett és díszített ugyanaz a festő művész, vagy egy művész tanítványaival és követőivel együtt. Ez különleges jelentőségű. Büszkék vagyunk reformátusságunkra, kereszténységünkre, és büszkék vagyunk arra, hogy jelenleg ismereteink szerint 800 éve, 8 évszázad óta folyamatos az Isten tisztelet, hétről hétre, megszakítás nélküli. Nincs ismeretünk arra vonatkozóan, hogy valaha is a templom károsodást szenvedett volna, évek vagy évtizedek maradtak volna ki. Jelenleg ismereteink szerint itt 8 évszázad a folytonosan a Palágyi domb tetején keresztjén magyar nyelvű Isten tisztelet folyik. Megpróbálj ennek a templomnak az eredeti szépségét helyreállítani. Beszédében Diószegi László, a felújítást lebonyolító Teleki László alapítvány igazgatója elmondta, a Palágykomoróci református templom belsejében a restaurátorok igen értékes freskókat és számos építészeti emléket tártak fel. A Palágykomoróci templom egy árpádkori templom, 13. században épült, hát ez már maga egy különlegesség, és hogyha ez még hozzáteszem azt, hogy szinte az árpádkori állapotában maradt meg, csak a szentélynél bővítették ki. A később időkben akkor azt mondhatom, hogy Kárpátalján talán az egyedüli, de az egész Kárpát-medencében egy különlegességről van szó. A értékét növeli az, hogy a karzat alatt jó állapotú, szinte teljes Szent László ciklust találtak, a restaurátorok is újítottak föl, illetve átrestauráltak, illetve megtalálták a déli kaput is, és a déli kapunak a faragott kő keretei is elég jó állapotban voltak, sőt azon is festék elemeket lehetett rögzíteni és restaurálni. Tehát ezek olyan különlegességek, amelyek nem sok helyen maradnak fent. Föltártuk a kriptát is, és a kriptában két koporsót is találtunk a különös házasságból, Mikszáth Kálmán regényéből ismert Gróf Butler Jánosnak a nyughelye van itt. Ugye ő volt az egyik bőkelő szponzora, adományozója a templomnak. Egyébként pedig, hogyha megnézzük a templomnak az általános értékeit, akkor egyrészt láthatjuk, hogy a jelenleg magyarországi, kismagyarországi Csaroda, illetve a szlovákiai Nagy Toronya templomához hasonló a építészeti megoldás, tehát ez mutatja azt, hogy egy családba tartozik, és nagyon míves építőmesterek építették. Ez a templom megőrizte a közösséget, a közösség megőrizte a templom. Köszöntőjében a miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, nehezen lehet szabad egy nemzet, ha nem imádkozhat és tanulhat a maga nyelvén. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, a magyar nemzet akkor maradhat csak fenn, ha a saját közösségei képesek a múltjukat, hagyományaikat ápolni és hitüket megőrizni.
A magyar nemzet akkor maradhat csak fenn, hogyha a saját közösségei képesek a múltjukat, hagyományaikat ápolni és hidüket megőrizni. És éppen ezért nagyon fontos, hogy egy olyan templom, mint ami itt Palágykomorócon áll, ami a 13. században épült, és ami a reformációt követően vált református templommá, újra eredeti fényében ragyoghat. Gyakorlatilag egy több mint egy évtizedes munkálatok értek véget. Ez a több mint egy évtized ez arra adott lehetőséget, hogy a magyar kormány támogatásával, a Teleki László alapítvány segítségével megújuljon a templom. Mondhatjuk azt is, hogy régi fényében legyen újra látható és megtalálható. Itt egy élő, erős helyi közösség és egy erős helyi református gyülekezet él. A magyar kormány pedig sokszor elmondta, hogy amikor a magyar nemzet egységéről, egységes magyar nemzetről beszélünk, az alaptörvényben is, és számtalan más megnyilatkozásban is, akkor ezt mi a gyakorlatban úgy látjuk megvalósíthatónak, hogyha a magyar állam és a magyar kormány segíti azokat a határon túli magyar közösségeket, amelyek megkívánják őrizni az értékeiket, amelyek magyarként meg akarnak maradni, és azokat az egyházközségeket is, amelyek a korábbi templomaikat helyre akarják állítani, hiszen ha belegondolunk, hogy a magyarság milyen épített örökséggel bír, akkor abban nem csupán a határon inneni, hanem a határon túli, így a kárpátaljai magyarságnak is fontos része van. A palágykomoróci templomot a külhoni magyar vonatkozású épített örökség megóvása céljából elindított Rómer Flóris terv keretében magyar kormány támogatással újították fel. A következő percekben a Tisza Péter falvai Vidám Parkba látogatunk, ahol a fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családok egy egész napon át pihenhettek, szórakozhattak. Kedves testvéreim, amikor az Úristentől ezt a megbízatást kaptam, hogy itt álljak közöttetek és erősítselek benneteket, akkor azt mondta az Úristen nekem, hogy mondj áldást. Mondj áldást, mert áldásra vár a Föld. Áldásra vár mindenki. A dolgozó ember, aki két kezének munkájával él, és fárad nap mint nap, kinn a mezőn, az építkezésen, akár irodában, iskolában, vagy bárhol, áldásra vár, hogy a két kezének gyümölcsét láthassa, örüljön a szíve benne. Áldásra vár ez az egész teremtett világ, ahol mindenki csak rohan, mindenki maga akarja megszerezni, összegyűjteni, megkaparintani azt, ami boldogságot jelent majd számára. És az Úristen azt mondja, az én áldásom nélkül nem menj messzire. Az én áldásom nélkül nem jutsz el sehová. Kell az áldás. Egy életútra, egy család életére, egy gyermek életére, egy közösség életére. És ez a felolvasott ige szakasz, testvéreim, egy igen szép áldás. Az Ószövetségnek, Ézsaiás prófétán keresztül mondott áldása, és olyan ígéret van benne, azt mondja az Úristen, hogy én az én tenyeremen foglak téged hordozni. Gyönyörködsz majd az Úrban, és a Föld magaslatain foglak téged hordozni. Rögtön felrezdül az embernek a szíve, amikor azt mondja az Úr, hogy én mindezt megteszem veled. És amikor körbenézünk magunkon, akkor azt mondjuk, hogy Uram, mikor már? Együtt erősebbek vagyunk. Ezzel a mottóval szervezte meg a Kárpátaljai Református Egyház a fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családok napját a Tisza Péter falvai Vidám Parkban. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged, hangzott el Mennyhárt István mezővári lelkész ige hirdetésében. Amikor felkértek erre a szolgálatra, akkor azon gondolkoztam, hogy mi lenne a legaktuálisabb, ami ezeknek a családoknak, a résztvevőknek leginkább szívhez szóló üzenet lenne. És az Úristen azt helyezte a szívemre, hogy áldásról beszéljek. Áldásról, amelyre vár ma az egész világ. Ezért megyünk, ezért dolgozunk, ezért fáradunk nap-nap után. És nagyon sokszor áldás nélküli a rohanásunk, a munkánk. És hiányzik a megállás, hiányzik az, hogy az Isten parancsa szerint az ember megálljon egy kicsit a munkájától, a rohanásától, és élvezze a munkájának a gyümölcsét. Ma sajnos egy ilyen mókuskerékbe rohan nagyon sok család, és ezek a családok, akik speciális igényű gyerekeket nevelnek,
ugye ők még nagyobb teherrel, teherbírással vannak, és még több terhet hordoznak nap mint nap, és az ő életükre is szükségük van, nekik is szükségük van erre a megállásra, és erre az Úristenbe gyönyörködni egy kicsit, és megtapasztalni, hogy együtt erősebbek vagyunk. Ezt a célt szolgálja ez a mai nap, és az én igehirdetésemben erre szerettem volna, erre akartam kitérni, ebbe akartam útmutatást adni a testvéreknek, a jelenlévőknek. Egy nagyon komoly üzenet fogalmazódott meg bennem az évek alatt, amikor ezekkel a gyerekekkel foglalkoztunk és családokkal. Egy szóval úgy mondanám, hogy leplezetlenség. Az egészséges ember felvesz mindig egy állarcot, és emögül az állarc mögül ad érzéseket ki, amiket akar, azt megmutatja, amiket nem, azt magába rejti. Ezek a gyerekek nem tudják ezt megtenni. Egyenesek. Ha szeretnek, akkor nagyon tudnak szeretni, ki tudják fejezni. Nem olyan illendőképpen, nem úgy, ahogy egy egészséges ember sokszor elferdülve teszi ezt, hanem a szeretet az teljes szeretet, ölelésben, egy pusziban megnyilvánul, a szemükben a ragyogás, az látszik az, hogy jól érzik magukat. És valahol ez így van a haraggal, ugyanígy van a sértődéssel is, tehát ők nem magukban, hanem azt ki is fejezik. És valahol egy ilyen őszinteséget látunk ezeken a gyerekeken. És ez mindenféleképpen tanulság nekünk is, mert az Úristen előtt mindannyian így vagyunk leplezetlenül és egyenesen. Emberek elől sok mindent elrejtünk, de az Úristen látja azokat a dolgokat, amik ott vannak bent a szívünkben, és ők ezt megélik egyenesen a világban. Nagyon sokat kapunk tőlük, nagyon sok szeretetet kapunk tőlük, amely nem mindig szavakban nyilvánul meg, sokszor egy kézfogásban, sokszor egy simításban, sokszor csak annyiból, hogy odaszaladnak és átölelnek, és már is mennek tovább, és valahol az ő nyelvükön megszólal az, hogy köszönöm. Még ha nem is tudják ezt kimondani. Hálás vagyok az Istennek, hogy az ilyen gyerekekre is odafigyel, az ilyen fiatalokra is odafigyel, és még mi is tanulhatunk őtőlük. Együtt erősebbek vagyunk, és ez igaz mindannyiunkra, nem csak a speciális ilyen családokra, hanem nekünk is szükségünk van, hogy lássuk, hogy köztünk legyenek, ne elzárva, mert így mi is máshogy látjuk az életet, és az érték lesz. Családi napon minden évben bemutatkozik egy-egy fogyatékkal élőket segítő intézmény. Idén a Mezővári Ne Felejts Rehabilitációs Központból érkezett gyerekek műsorát tekinthette meg a nagy érdemű. Ők Max Lukádó, Értékes vagy című történetét mutatták be. Az intézményünk 2014-ben alakult, akkor még csak néhány gyerekkel és egy-két, maximum három munkatársal, tényleg csak nagyon kicsibe kezdtük. Hála Istennek a mai napra már több mint 50 speciális igényű gyermeken tudunk segíteni, illetve azoknak a családjain. Max Lukádó egyik nagyon szép és tanulságos történetével érkeztünk ma ide. A címe Értékes vagy, ezt adták elő a gyerekek. A színdarab lényege, illetve az üzenete az, hogy mindenki értékes, mindenki más, de ugyanolyan értékes. Senki sem kevesebb, és senki sem több, mint a másik, illetve nem a mások véleménye határoz meg bennünket, hanem az, amit mi gondolunk magunkról, illetve amit az Isten gondol rólunk. A központban három csoportra vannak osztva a gyermekek. Van egy vegyes csoportunk, ott halmozottan sérült gyermekekkel foglalkozunk, főleg autistákkal. Ez egy fiatalabb korosztály. Van egy iskolás csoportunk, ott tanulásban akadályozott gyermekekkel foglalkozunk, illetve visszamaradott fejlődésmenetelőekkel. Van egy nagyobb csoportunk, ez a fiatalok csoportja, itt pedig már inkább a hétköznapi életre próbáljuk felkészíteni, önállóságra próbáljuk őket nevelni, főzőprogramokat tartunk nekik, sportdélutánokat, megtanítjuk olyan alapvető dolgokra, amelyekre majd az életben, a továbbiakban szükségük lesz. Hunyadi Attila, máramaros Ugocse református egyházmegye esperese, feleségével 3 évvel ezelőtt kezdeményezte a családi nap megszervezését. Az esperes azt mondja, hogy a célok azóta sem változtak. 9 évvel ezelőtt az Úristen úgy döntött a családunkkal kapcsolatosan, hogy a fogyatékkal élők világát nem csak külső szemlélőként ismerteti meg velünk, hanem belső szemlélőként, vagyis érintett szülőként. Megismerve ezt a világot, annyi csodáját látjuk, mert sokan csak a nehézségeket és a küzdelmeket látják, de ennek a világnak van szépség is, van értéke, és
jó látni, meg jó megérteni azt, hogy, hogy Isten miért helyez ilyen életeket közénk, mi a terve, mi a célja ezzel, és ez az alkalom, és ezek az alkalmak, ezek a családi napok azért vannak, hogy lássuk meg az Úristennek a csodáit, az értékeit, lássuk meg ezeket az értékeket egymásban. Olyan könnyen megbélyegezzük a másikat, hogy fogyatékkal élő. És közben, amikor odállunk mellék, akkor rádöbbenünk arra, hogy annyi érték van abban az emberben, amit nem láttam, és én ezek terén, az értékek terén pedig hiány vagyok, mert annyi minden hiányzik belőlem. Az őszinteség, a szeretet, a ragaszkodás, a megértés, a másiknak az elfogadása, mert ezek a gyermekek szeretettel fogadják el a másikat, és olyan nyitottak. Vagy felnőttként, ha felnőnek. A mérleget vonva a három családi nap terén, én azt tudom mondani, hogy az első alkalom az, amelyikhez olyan érdekesen álltak hozzá az emberek, hogy mit kezdjünk vele, eljöjjünk-e. Voltak családok, akik megkérdezték, hogy nekünk nincsen érintett gyermekünk, részt vehetünk-e, és akkor bátorítottuk őket, hogy, hogy ez a vezér, ez a mottunk, a vezér gondolatunk, hogy együtt erősebbek vagyunk, hát együtt akar az Úr bennünket látni. Ma mindenki megértette, hol a helye, tapasztaljuk, látjuk, önök is láthatják, nagyon sok család eljön, együtt vagyunk, és nem úgy néznek egymásra, hogy ti furcsák vagytok, és mégis hol lenne a helyetek, hanem mindannyian érzik azt, hogy itt van a helyünk, és együtt tudunk előre menni és előre haladni. Köszöntőjében Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke kiemelte, a szeretet mellett a jó indulat az, ami fontos az embertársainkhoz fűződő viszony egy igazi közösség alakításában. Amikor a Kárpátaljai Református Egyház szervez valamit, akkor vannak ilyen kis kiértékelések, és ha ott vagyunk valahol, mindig szétnézünk, hogy kik azok, akik hiányoznak. Jó, hogyha számon tartjuk egymást, ez a közösségnek egy fontos szála, ami bennünket összetart, és meg is tart. És a nagy családi csendes napok, amit 2011-ben elkezdtünk szervezni, azután született az a gondolat, hogy de hiányozott valaki. Azok hiányzottak, akiknek nehezebb mozogni, nehezebb közlekedni, azok hiányoztak, akiknek egy kicsikét speciálisabb rendezvényre van szükségük. És ezután már a nagy családi napon is volt egy ilyen rész, ahol konkrétan a speciális igényű gyerekeknek adtunk valami lehetőséget. Még mindig azt éreztük, hogy még mindig hiányoznak. És a Hunyadi Esperes úrnak jutott eszébe az, hogy speciális igényű gyerekeket nevelő családoknak csináljunk egy alkalmat. Egy olyan helyen, ahol van hely, ahol tudnak játszani, ahová egyébként nem nagyon mennének el, mert nagyon kilógnának a sorból, és így jött ez a Péterfalvi rendezvény a Vidám Park területén, hogy fogyatékkal élő gyerekeknek és az őket nevelő szülőknek egy családi napot, egy csendes napot szervezzünk. Az Istennek azt tetszett, hogy emberek által jusson el az evangélium, emberek által tapasztalják meg az ő szeretetét, gondviselését. Ezért vannak jó indulatú emberek, és én ezt próbáltam az áhítatban, vagy a köszöntésben elmondani, hogy az Isten jó indulata, mi Urunk jó indulata legyen veletek, legyen velünk, ez egy kérés. És a világon ez a szeretet után a második legnagyobb deficit. Ezen a családi napon ebben nem volt hiány. Itt az áhítatok után bárki ingyen kipróbálhatta az összes attrakciót. Fogyatékkal élők és egészségesek közösen. Megadva mindenkinek az esélyt arra, hogy egy teljesebb életet éljen. Nagy népszerűségnek örvendett az óriás kerék, a pacik vitték a pálmát. Leküzdve a félelmet, mindenki szeretett volna tenni rajtuk egy kört.
A Nagydobronyi Református Gyermekotthonból egy egész csapat érkezett. A lovaglás volt nekem a legjobb, mert nekem azt tetszett a legjobban, az a kedvencem. Mert ez szeretek ott lenni a lovon, meg hogy mentem ráta, nagyon jó volt. Jó érzés, nem kell tőle félni, bennünk van a szeretet, velünk van a jó Isten. Hála Istennek, hogy ő vigyáz ránk, a jó Isten. Jó volt olyász kerébe őhé, fogultunk őbe, jó volt, jó észen, más köszakon jöhé. Mi jó ebben a táborban, ezen a napon? Hát, hogy tudok kirándulni, hogy évezni meg minden. Közösségben lenni másokkal? Igen. Az elmúlt két alkalom után a legfontosabb tanulság a szervezők számára az, ahogy egyikük fogalmazott, a kevésbé egészséges emberek a társaink, és szeretnének társaink is lenni a mindennapi életben. Akiknek megvan kezünk, lábunk, érzékszerveink jól működnek, akkor nekünk úgy kell segítenünk nekik, ahogy ők azt szeretnék, és nem elsősorban arra van szükségük, hogy szálljuk őket, hanem oda kell állnunk úgy melléjük, hogy azt nyújtsuk számukra, amit ők igényelnek. És itt kezdődik az, hogy egyrészt türelmesek vagyunk velük, meghallgatjuk őket, odafigyelünk rájuk, és nem rácsodálkozzunk, hogy most ők esetleg másmilyenebbek, mint amilyenek mi vagyunk hétköznap emberek, hanem amikor rájuk szálljuk az időt, legtöbbször kiderül, hogy olyan értékes emberek, akiket öröm megismerni. Ez a felfogás mindenképpen közrejátszik abban, hogy a Református Egyház rendezvénye egyre népszerűbb Kárpátalján. Idén közel 450 résztvevője volt a fogyatékkal élő gyermekeket nevelő családok napjának.